mikrofon. A, lehet, hogy itt a Microsoftos kollégának is érdekes, amit majd mondok. Egyébként én egy éve Németországba költöztem, és teljesen elszoktam a pesti dugótól, és sikerült elszámolnom magam, úgyhogy ezért késtem el. Igen. Annál lejjebb nem tud, tehát ma el kellett mesélnem TV adásban azt a viccet, hogy hány programozó kell egy villanykörte kicseréséhez. Egy sem, mert hardware probléma, ennél lejjebb nincs. De... Ja, közben igen, hogy miért vagyok én itt. Még itt bútol a számítógép, szerű. Igen, ki tudja mi az, hogy demószín? Néhányan. Ki járt már demószín partin? Kicsit kevesebben, jó? Ki akar eljönni? Még kevesebb. Nem baj, azért beszélünk róla. Windows Start, normali, minden. Ugyanis mit csinál? Azért vagyok itt, mert csinálunk egy demoszín partit. A demoszín az egy... hát 80-as évekén kezdődött ilyen kreatív szubkultúra. Talán többeknek megvan a játékok elején, főleg régi játékok elején van ez az intro, tudod, hogy feltörte az akárki. És vicces animáció, hogy hú, de menők vagyunk. És ez a műfaj aztán levált. Tehát már nem kapcsolódik a játékok feltöréséhez, és ezek a kis többnyire valós idejű animációk, ezek önálló életet kezdtek élni, és a demoszín gyakorlatilag erről szól, hogy ilyeneket csinálunk, és ez a function, amiről beszélek, meg meg akarom mutatni az invitációs demóját, csak indul a számítógép, az, tehát a legnagyobb ilyen találkozó, azt mi most hétvégén lesz, nem csak Magyarországon a legnagyobb, hanem a... Ja, bocsánat, elvettem a... Ja, az be van már dugva, köszönöm. Szóval azt mi szervezzük, és hétvégén lesz, péntek estétől vasárnap reggelig az ELTE Körzső Csoma Sándor kollégiumában. És mindjárt megmutatok minden releváns infót, bocsánat. Igen, kéne vennem egy SSD-t már vagy 10 éve. Most még elindul a Skype, úgyhogy szerintem hagyjuk. Várj, itt egy Microsoftos kolléga. Kérlek, evangelizáld bele, hogy gyorsabban induljon el. Aha. Szerintem ez alatta van a minimum konfignak, de... Szerintem itt kéne egy kamera, és mutatni kéne az égő mereblemez ilyen ledet, hogy így világít. Nem tudom, a Big Stand Up olyan, hogy te tudok még ilyen viccet villanykörtékkel. Igen, tök jó, tök jogos. Kérdéseket előre hozzuk. Parancsolj, van itt egy kérdés. Ez egy jó kérdés. A demoszín szerintem kicsit becsukta önmagát az ilyen saját szubkultúrájába, hogy mi így... Tehát volt egy időszak, amikor a demoszín önmagában cool volt. Ez többnyire a 90-esek közepén meg előtte. Tehát ugye voltak a játékok, hogy néztek el játékok, és ha megnézte egy demót, akkor az így szar kettő technológiailag. Általában ugye az a hardware-en, mert ugye real-time dolgokról van általában szó. És aztán ez szép lassan így egalizálódott, és aztán meg kicsit így vissza is esett. És ez nem mindig van így, de tény az, hogy a demoszín produkcióknak a túlnyomó többsége manapság az mondjuk nem a
technológiai vonalon. Van olyan, ami igen. Egy évben mindig van 3-4, de nem is. Ez azon kívül a számítástechnika ilyen commodity-vá vált, tehát gyakorlatilag bárkinek elérhetővé. És így már nem a demoszín volt az egyetlen a csúcs, ahol így ki lehetett jönni, hogy te valami jobbat meg szebbet tudsz. Sajnos. De illetve nem is bizonyos demoszín szempontjából sajnos, egyébként nyilván nem sajnos, hogy mindenkinek elérhető most már. És ez így a, hogy mondjam, a közösség, aminek vannak bejáratott hagyományai, meg bejáratott szokásai, ezt így nem igazán nyíltan reagált a parti szervezők, tehát akik ilyen demoszín találkozókat csinálnak, azok egyébként ezen folyamatosan próbálnak változtatni, hát több kevesebb sikerrel. És közben indult a VLC, mindig így a vinyó lett, de talán... És közben lehet kérdezni. Igen? Mik a technológiai paraméterének a demónak? Méret, stb. Hát ez néhány megabyte. Ez egyébként jó kérdés, láttam, hogy hol akarsz fel kiugadni. Ez demónak készült. A demoszínnek van egy olyan válfaj, amit intróknak hívunk, ami méretkorlátos. Ez nem az. Ez a produkció. A hagyományos méretkorlát az 64 kilobyte, 4 kilobyte. Tehát abba kell beletenni zenét, grafikát, mindent 64 kilobájtba vagy 4 kilobájtba kategória függően. Egészen durvák vannak, konkrétan az egyik leghíresebb 4K intrónak a készítőjét, az Elevatednek a fő kóderét, azt a Pixar konkrétan küldött neki egy Bianco checket, hogy így gyere dolgozni. Ugyanis hát nyilván ez content, tehát főleg egy 4K intró, az content generálásra szól, és hát ő olyan minőségbe tudta ezt, hogy utána konkrétan a Brave-ben, amit láttok, ilyen skóciai erdőt, azt így ő számolja az ő algoritmusa. És ő a demoszínen kezdte például. Egyébként 2007-ben pont ez a srác, nem próbálom megmondani, hogy kimondani a nevét, mert spanyol neve van, ráadásul baszk, ezért másra kell kiejteni, szóval nem. De ő 2007-ben itt volt ezen a Function találkozón, és tartott egy előadást egyébként erről az Elevated nevű 4K intrójáról, ami nagyon érdekes volt. De ez, amit láttok, ez direkt ilyen invitációnak készült, mert a demoszínen hagyomány, hogy a partiknak is csinálunk invitációs demót, és ez egyébként második lett az Evoke Parting Kölnben, ami most volt augusztusban. Van-e még kérdés? Igen? Lesznek most is előadások? Igen, lesznek most is előadások. Annyi a változás a korábbi évekhez képest, hogy kicsit próbáltunk változtatni ezen, a nagyon undergroundok vagyunk, és senkivel nem állunk szóba jellegen, úgyhogy elég jó szponzorokat sikerült találnunk. Így elsősorban ők fognak beszélni, amit ők csinálnak. Nem tudom, cégneveket lehet mondani? Lehet mondani. Van egy Kiló nevű játékfejlesztő cég, Dán, akik most nyitnak stúdiót Mesten, Giving Tales
néven, ők fognak beszélni, az alapítója Demo Singer ennek a cégnek egyébként, meg a Graphisoft, meg a Kürt. A Kürték megígérték, hogy felgyújtanak egy vinyót a színpadon, és aztán adatot mentenek róla. Jelnek rölgni. Így lesz, nem tudom, de ezt ígérték. Azt lehet, azt nem tudom. Szerintem most... Jó, mert a háttérben tovább azt mondják, mert VLC kitalálta, hogy dupla. Még van egy kérdés? Igen? Nem lehet, hogy az a baj, hogy azért nem szaporodik a demók száma, meg a fejlesztők száma, mert olyan magas a belépési küszöb, hogy ez sokkoló. Tehát így kéne egy NB1, meg NB2, meg NB3, hogy a... Ez megint egy nagyon jó hozzászólás. Egy időben úgy volt, hogy mondjuk ilyet, tehát így úristen ezt hogy csinálja valaki, nem csak ilyet, hanem még egy ilyennél vannak durvábbak is. De az a helyzet, hogy elég, tehát vannak olyan túlkészletek, ugye akik a demókat csinálják, azok sokszor, hogy felgyorsítják saját munkájukat, készítenek ilyen demókészítő túlokat. És ezekkel el lehet kezdeni a munkát gyakorlatilag viszonylag hamar kezdőként is. Ezek többnyire pluginelhetők, tehát hogyha programozó vagy, akkor sincs gond, mert hogy nem kell az egészet megírni, hogy te most úristen nyitsz egy ablakot a Windowsban, vagy akárhol, és akkor most nem kell a egyesével a pixelket rakni, hanem ott van, tehát kezedben van egy eszköz, ami direkt ilyen demo készítésre talál. Vannak nyílt forrásúak, jók, rosszabbak, sok. Ajánló, ugye nekünk van egy function.hu honlapunk, ott lehet mindent a találkozóról megtudni, és van egy powered.net, nevű honlap, ahol meg az összes demoszint, vagy szinte az összes demoszint release, top listákkal, ajánlókkal, kommentárokkal, nem tudom mi fenn van, ez egy ilyen demoszint közösségi oldal. Azt tudom még ajánlani, hogy akkor valakit érdekel, ott egyébként, azért hoztam szóba, mert ott egyébként megtaláltak ilyen demókészítő eszközök is, tehát van külön kategória, hogy demo tool, és akkor lenyit, és kiválasztasz, végignézed, hogy neked melyik jön be. Igen? Hagyományosan van olyan, hagyományosan determinisztikus, tehát mindig ugyanolyan, de van olyan, ami nem. Tehát főleg a kisebb méret kategóriákban szeretnek vele variálni, hogy random módban is lejátszódjon. Ez a csapat egyébként, akik a fő tehát a szervezők közül derülnek ki, nekik is van egy olyan demójuk, ami mindig máshogy játszódik le. Az a baj, hogy te megcsinálsz a randommal, hogy te megcsinálsz valamit nagyon látványosra, de a randommal úgy van, hogy néha kicsit jobb, néha meg kevésbé látványos, és amikor beadod egy versenyre, akkor te azt akarod, hogy a létező legjobban nézzen ki. És ha pont ott olyan a random generátor szídje, hogy nem nyert, akkor hiába ment bele a munka, és ezért van legalább egy fix módja szinte az összes demónak, és aztán van mellett. Régen egyébként szokás volt, amikor még kunst volt 3D animációt csinálni, például ilyen C64, meg Amiga korszakban, hogy direkt szóltak a demók, hogy most fogd meg a joystickot, vagy az egeret, és akkor húzkodjad, mert itt láthatod, hogy ez most real time, és változtathatod az effektet. Ma már ez annyira nem szokás, de ma is vannak rá példák. Egyébként a demószín felkapta a mobileszközöket is, mi is szeretettel várunk androidos entriket például, mert az Nvidia nyakon öntött minket egy rakás androidos eszközzel. Microsoft is adhat Windows Phone-t, akkor ezt is csak mondom, elfogadjuk. Vagy akármit, tabletet, nem tudom mi van. Surface. És azokon például ugye most a touch interface-nek köszönhetően szintén elkezdődött egy ilyen trend, hogy bele lehet nyomni az effektbe, tehát a partikléket neki áthúzkodni, és akkor nem tudom, vagy belecsapkodsz, és akkor víz, mintha víz lenne, meg ilyenek. Még kérdés van? Még annyit szerint, igen? Szerinted mi a legkérdezősebb tudod csinálni egy ilyen partik nézőközönség? Pont erre akartam, hogy egy nagyon jó kérdés, pont erre akartam utalni, hogy most elfelejtettem a gondolatot. Ja igen, hogy a partit egyébként úgy kell képzelni, hogy vannak ezek a szeminárok közte, meg hát ilyen szabad szocializálódás gyakorlatilag. Tehát leülsz emberek közé, és szinte nagyon tehát minden második asztalnál van fog ülni, aki valami release csinál. És például ebből a szempontból egy hasonló egy demopart, én jártam Frankfurtban, van ott egy Coding Night nevű meetup, ami gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen party coding session, tehát így összeülnek emberek, megmondják a témákat, és így random beszállnak a jelenlévők, és akkor együtt csinálnak valami projektet.
egy demo partynak a tehát a versenyek, este, a szombat este vannak általában a versenyek vetítései, ami ezen kívül és a szeminárokon, tehát az adásokon kívüli részt, azt nagyjából így kell képzelni, hogy emberek beszélgetnek, összeülnek, tudást cserélnek, megmutatják egymásnak a release-eket, amin dolgoznak, tehát a cuccokat, amin dolgoznak, és még sokszor ott az utolsó pillanatokban is változtatnak rajta. Úgyhogy ezt tudom. Hát kinek mi? Aki, van, aki csak inni jön meg a régi haverok kedvéért, mert együtt volt C64-ük, de van olyan is, aki tényleg cuccokat csinál, és keresi a hozzásoló érdeklődési embereket. Még kérdés? Tök jó végszó volt. Akkor ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet.